Csak nem 130 gyermekrajzból nyílt kiállítás a Kondor Béla Közösségi Házban. Ezek az alkotások egy szeptemberben meghirdetett kerületi verseny legszebb művei. A háromtagú zsűrinek feladták a leckét a kis művészek. Hát létezik egyfajta technikai kidolgozottságbeli, mesterségbeli tudás, az azért látszik. Tehát azt mondjuk úgy, hogy a hétköznapi laikus észreveszi. Léteznek ezen kívül olyan jegyek, mint például a térábrázolási készség megjelenítése, mint például a színek harmóniájának megjelenítése, mint például a formagazdagság megjelenítése, amelyek azért jól mérhetőek és különbségeket tudnak jelenteni önmagukban is a képek között, de ami a legfontosabb a tematikus munkáknál, az mindig az, hogy egységében a kép milyen hatással van a nézőre. A rajzverseny győztese Molnár Petra zsírkréta technikával készítette alkotását. A hatodikos diák nem riadt vissza a harsány színek használatától sem. A képén kedvenc kerületi épületeit gyűjtötte össze. Hát a kakasétermet, egy hotelt, hát az úgy csak vettem valahonnan, hogy legyen rajta egy ilyen hotel vagy panzió is, egy virágboltot, mert nagyon szeretem a virágokat, és hát még különfajta épületeket, illetve lakóházakat. A Kondor Béla Közösségi Házban január 18-áig látható a kiállítás. Aki kíváncsi, hogyan látják a gyerekek Pesszent Lőrincet és Pesszent Imrét, ne szalassza el ezt a lehetőséget. Nagyon sok rajzpályázat van a kerületben, de ez attól volt igazán rendkívüli, hogy gyakorlatilag a helyi identitás tudatot próbálta erősíteni. Mit gondolnak a gyerekek, a 9 és 15 éves korosztálynak lett ez meghirdetve, mit gondolnak a diákok, tanulók, gyermekek a kerületünkről. Az volt a címe, hogy Gyermek szemmel. A zsűri által legszebbnek tartott képekből egy asztali naptár készült. Ebben a 2016-os kalendáriumban minden hónapra jutott egy-egy alkotó. A versenyt és a naptár elkészítését a 18. kerületi önkormányzat támogatta.